A Pannon Televízió híradóját látják, december 5-e, Vilma napja van. 1746 évvel ezelőtt a kis-ázsiai Szent Miklós püspök névnapja előestéjén édességgel ajándékozta meg a gyerekeket. 225 éve meghalt Wolfgang Amadeus Mozart, osztrák komponista, zongorista, orgonista, karmester, 90 éve pedig meghalt Claude Monet, francia impressionista festő. Most pedig következzenek a nap legfontosabb hírei. A jövő évi költségvetésről vitázik a szerbiai parlament. 71 migránst fogtak el a magyarországi Kelebiánál. Alexander van der Bellen nyerte az osztrák elnök választást. Megbukott az olasz miniszterelnök Matteo Renzi. 80 millió euróval támogatja a szerb közigazgatás alapvető átalakítását az Európai Unió. Erről ma írtak alá megállapodást. Johannes Hahn uniós szomszédságpolitikai és bővítési biztos belgrádi látogatásán elmondta, Szerbia a jövőben is számíthat az euróra. Jadranka Joksimović Szerbia euróintegrációval megbízott tárca nélküli minisztere, és Genoveva Ruiz Calavera az Európai Bizottság nyugat-balkáni megbízottja írta alá támogatásról szóló szerződést. A 80 millió euróval a közigazgatást szeretnék modernizálni. Az elvárások szerint kényelmesebb lesz az adminisztrációs ügyeket intézni, egyetlen ügyfélkapun végeznek majd mindent. Jadranku, koja rekla, to ne možete da vidite direktno kroz bolnice i puteve. A ja želim da kažem da ćete tih 80 miliona evra direktno da vidite u bolnicama, putevima, u svemu onome što radimo i gradimo u našoj zemlji. Jer bez efikasne uprave, bez dobre operativne javne uprave, bez toga da mi sebe promenimo, nećemo moći da imamo rezultate u budućnosti. Hahn hangsúlyozta, Brüsszel nem felejti el Szerbiának azt, amit a migrációs krízis során tett. Így Belgrád a jövőben is számíthat majd az EU-ra. Egy csónakban nevezünk, együtt kell működnünk, emelte ki a bővítési biztos. Since 2007 we have already provided and invested. I also prefer the term investment into Serbian's European perspective. 2 billions in grants in order to modernize the country, and I think we can see first concrete results if I'm looking into the development of the business sector, attracting foreign investors, having better economic figures than in the past. Johannes Hahn kijelentette, jövő héten új fejezetek nyílhatnak meg Szerbia csatlakozási folyamatában, mégpedig elképzelhető, hogy egyszerre több is. Vučić szerint az biztos, hogy az ötödik fejezet megnyílik, amely a közbeszerzésre vonatkozik. Hahn hangsúlyozta, az uniós országok elszántak Szerbia csatlakozását illetően, mindenki szívesen látná Szerbiát az Európai Unió családjában. 1945 óta nem volt ilyen alacsony Szerbia költségvetési hiánya, mint amennyit a 2017-es büdzséjavaslata tartalmaz. A tervek szerint az államkassa jövőre 1092 milliárd dinár bevételre számít, és a tervezett kiadások 1161 milliárdot tesznek ki. Az államadóság, amennyiben a költségvetés maradéktalanul megvalósul, 69 milliárd dinárral fog növekedni. Ez a bruttó állami össztermék csupán 1,7%-a. A jövő évi büdzséről vitáznak a képviselők a parlamentben. A délelőtti órákban kezdte meg bevezető felszólalását Dusan Vujović. Szerbia pénzügyminisztere hosszasan részletezte a kormány által beterjesztett költségvetési javaslat részleteit, amely elmondása szerint takarékos és folytatja a megkezdett pénzügyi konszolidációt és gazdasági reformokat. Alexander Vučić korábbi 3-4%-os előrejelzéseitől némileg alacsonyabb 2,4%-os gazdasági fejlődéssel számol a kormány, így a közszférában dolgozók fizetésére is több pénz jut. Az erre elkülönített összeg több mint 250 milliárd dinár tesz ki, ami 0,8%-os növekedés jelent. Nagyobb költségvetési eszközökkel támogatnák a befektetőket is. Želimo da produžimo režim zabrane zapošljavanja koji je uveden decembra 2013. godine, pa se komisija zapošljavanja po izuzetku od pravila to dozvoljava. To je trebalo već da pređe u jedan novi režim koji bi da bi na čelu bilo ministarstvo državne uprave lokalne samouprave, tu se malo kasni i zbog toga produžavamo postojeći režim do kraja naredne godine, da bi se sve to pripremilo i da bismo u narednoj godini imali njihove dokumentovane odluke gde i kako.
Alekszandar Vučić kormányfő a parlamentben úgy fogalmazott, büszkén áll ki a 2017-es költségvetés mellett. Hozzátette, nehéz helyzetben van a kormány, olyan költségvetést kellett összeállítaniuk, amely már nem számíthat a magánosításokból származó rendkívüli bevételekre, mint 10 évvel ezelőtt. Ennek ellenére a költségvetési hiányt sikerült rekordméretűre zsugorítani. Mi smo napravili stabilno i čvrsto i jasno finansiranje koje se ne oslanja na takozvana jednokratna plaćanja, one-off payments. Ne zavisimo od toga da li ćemo da prodamo jedno ili drugo preduzeće. Az ellenzék 40 módosító intézményt adott be, már a költségvetés parlamenti eljárásba kerülésekor a határidők megszegésére hivatkoztak. A zákon mora da se poštuje, i tu nema nikakve sumnje, da li je tehnička vlada, da li nije, zákon mora da se poštuje. Po tom istom zakonu, 1. novembra, kao što znate, trebalo je budžet da bude dostavljen poslanicima i da prođe najmanje po poslovniku 15 dana od ulaska zakona u parlament do dana kad se o njemu glasa. A Vajdasági Magyar Szövetség a földműves támogatások növelése miatt vélekedett pozitívan a költségvetésről, de a vajdaság pénzeléséről és a fekete, illetve szürke gazdaság elleni harccal kapcsolatban kritikát fogalmazott meg. Ako gledamo subvencije, ja bi istako samo one što mislimo da je već godinama naš cilj i za to se borimo, a to su subvencije za poljoprivredu. Ovdje vidimo u ovom budžetu i pohvala za ministarstva ili za celu vladu da su povećali budžet poljoprivrede koji iznosi 43,8 milijardi dinara, što je 3,3 milijardi dinara veće od prošlog. A költségvetésről szóló vita várhatóan napokig el fog húzódni. A szerb köztársasági elnök megválasztását rövid kampány fogja megelőzni, és több ember döntésétől függ, hogy egyidejűleg parlamenti választásokat is tartanak-e, nyilatkozta Alekszandar Vučić. Sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy nem foglalkozik a voksolással, fontos feladatok és találkozók elé néz decemberben és januárban. Bármilyen is lesz a kampány, elnöki, parlamenti vagy mindkettő, erről több ember fog dönteni. Bármilyen döntés születik, a kampány rövid lesz, mondta Vučić. Kárpát-medencei gazdaszervezetek összefogás fórumát tartották ma Szabadkán. A különböző régiókból érkező egyesületek és csoportosulások bemutatták, hogy miként és milyen forrásból tudják fejleszteni ágazatukat. Vajdaságból a Prosperitáti Alapítvány munkáját emelték ki. Himnusszal indult az 5. Kárpát-medencei Összefogás Fórum konferenciája. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke köszöntőjében azt mondta, Magyarország Földművelésügyi Minisztériumának támogatása nélkül sok program létre sem jöhetett volna Vajdaságban. Sikerként könyvelte el, hogy egy asztalhoz ültek a gazdaszervezetek. Mi fontos szerepet szánunk a miénknek, a Vajdasági Agrárszervezetek Szövetségének, amit azzal is bizonyítottunk, hogy részben alapítója, társalapítója a Prosperitátinak, másrésztről nem csak társalapítója, hanem folyamatosan részt vesznek abban a munkában, amit a Prosperitáti végez. Harmadrészről a rövid időn belül létrejövő Agrárinnovációs Központnak is az egyik alapítója kell, hogy legyen a Vajdasági Agrárszervezetek Szövetsége. Vajdaságban sikeresnek bizonyultak a gazdaságfejlesztési programok, mondta előadásában Nagy Imre, a Prosperitáti Alapítvány igazgatóbizottságának elnöke. A vállalkozók és a termelők is pályáznak. A mezőgazdasági termelésben látni az előrehaladást, megint az a termelés, amire az emberek pályáztak. Tehát gyakorlatilag egy jó eredményre lehet beszámolni. A Prosperitáti Alapítványhoz 3000 pályázati kérelem érkezett, ebből 2500-at bíráltak el sikeresen. Közülük néhányan be is mutatták a konferencián, hogy hogyan tudták fejleszteni vállalkozásukat a támogatásnak köszönhető. A magyar kormány támogatásával Kárpátalján is beindult a gazdaságfejlesztési program. Kiírásra kerültek a különböző pályázatok, 3 kategóriába: turizmus, mezőgazdaság és vállalkozásfejlesztés, és most történnek a kifizetések a megnyert pályázók részére. A konferencián elhangzott, egy új program is indul a magyar kormány támogatásával.
Az iménti időszakban indult el a tanyafejlesztési programunk, illetve a falugazdászhálózat programrendszere, amelyeknek keretében egyrészt szakmai támogatást és információkat nyújtunk az agrárszervezeteknek, illetve a egyéni gazdálkodóknak, családi gazdaságoknak, másrészt pedig a tanyafejlesztési program keretében pedig infrastruktúrális forrásokat helyeztünk ki, amelyből ezek a családi gazdaságok talán jobban tudnak működni. A Magyarországi Földművelésügyi Minisztérium a Kárpát-medence egészét tekintve kapcsolatban áll a gazdaszervezetekkel, számukra igyekeznek anyagi támogatást biztosítani, tette hozzá a helyettes államtitkár. Hetven egy illegális bevándorlót fogtak el a magyarországi Kelebiánál tegnap hajnalban, közölte a polisz.hu. A migránsok Szerbiából próbáltak az Európai Unió területére jutni. Naponta háromszor közlekedik személyvonat Szabadkáról a kelebiai határátkelőn át Budapest felé. A tehervonatok indulási ideje kiszámíthatatlan, és az is változó, hogy naponta hány ilyen szerelvény közlekedik. A migránsok az egyik tehervonaton próbáltak átjutni Magyarországra még a hétvégén. Éjfél körül 71-en bújtak a határ felé közeledő vonat alvázába, hogy pontosan hogy és hova nem tudjuk. Az azonban biztos, hogy ez életveszélyes. A tehervonatok a szabadkai vasútállomásról indulnak Magyarországra, Kelebia irányába. A várost kettészelő Majsai hídon ugyan tábla figyelmeztet arra, hogy a magas feszültségű vezetékek miatt veszélyes a sineket megközelíteni vagy a vágányokra ugrani. A migránsok már többször is megtették ezt, vagyis akár innen is a vonatokra ugorhatnak. A vágányok Szabadka külvárosi része felé vezetnek, ott elhagyatott házak, bokros, erdős területek nyújthatnak menedéket az illegális bevándorlóknak. A romos házakban ruhák és rengeteg szemét jelzi, hogy valakik megbújtak ott. Napközben azonban nem láttunk senkit. December 4-én hajnalban a bevándorlókat a magyar oldalon fogták el a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság határrendészei. Egyiküknek sem volt úti okmánya. A 71 határsértőt a legközelebbi ideglenes biztonsági határzárhoz kísérték. Egyes híresztelések szerint a szerbiai oldalon található kelebiai sátortáborban vesztegeltek azok a férfiak, akik megpróbáltak Magyarországra szökni. A kelebiai sátortáborban 30-40 migráns tartózkodik, a nők és a gyerekek a szabadkai befogadó központba vonultak, Kelebián kizárólag egyedülálló férfiakat találtunk. Egy magát pakisztáninak valló férfi szerint a sikertelen szökési kísérlet után ide tértek vissza a bevándorlók. Yesterday we have 60 people came back to the camp and they were all caught on the train and they just keep coming. Every day they go and try on the train and then they come back. A határrendészek által lekapcsolt illegális bevándorlók szír, palesztin, iraki, líbiai, algériai, illetve afgán állampolgárnak vallották magukat. Úgy látszik, a migránsok mindent megpróbálnak, hogy az Európai Unió területére jussanak. A hideg egyre csak sürgeti őket. Kérdés, hogy mi történik a bevándorlókkal, ha folyamatosan a mostanihoz hasonló fagyok tartósak maradnak, ők pedig nem hajlandók a befogadó központokba menni. Újabb magyar rendőrkontingens indult útnak a szerb-bolgár határszakaszra, hogy segítsen az illegális bevándorlás elleni fellépésben. Ez a harmadik egység, amely a szerb-bolgár határszakaszra indult, a magyar rendőrök szolgálati gépkocsikkal, teherszállító gépjárművel és hőkamerával felszerelt szolgálati járművel segítik a határszakasz védelmét. Balog János, a magyarországi készenléti rendőrség parancsnoka elmondta, a szerb rendőrség eddig nem látott együttműködéssel fogadja a magyar rendőröket és lép fel az illegális migrációval szemben. Az elmúlt napokban a Szerbiában rekedt illegális bevándorlók száma nem emelkedett számottevően, ezért várhatóan a Magyarországra bejutni próbáló illegális bevándorlóké is csökkenni fog, számolt be Balog János. Maszkos fegyveresek kirabolták a kispiaci benzinkutat, emberi sérülés nem történt, és az anyagi kár is jelentéktelen. Napokkal az eset után a kedélyek lecsillapodtak a faluban. Azon a szombaton épp az esti váltáskor Kishomok irányából érkezett a három gyalogos rabló, akkor, amikor a kúton két alkalmazott tartózkodott. Egyik munkatársuk kamerán kívül elmondta, hogy a talpig feketébe öltözött, fejükön maszkot, cipőjükön zoknit viselő támadók pisztollyal a falhoz kényszerítették a benzinkutasokat, egyikük pedig meglepő hozzáértéssel kinyitotta a kasszát és kirámolta belőle a pénzt, majd mindhárman elfutottak a falu központja felé.
Az egész alig 30 másodperc alatt zajlott le. A bűncselekményt a benzinkút kamerái is rögzítették. A kispiaciakat megdöbbentette a rablás híre. A helyiek nem félnek, de úgy érzik, a faluban javítani kellene a közbiztonságon. Vörös Erzsébet a benzinkút közelében lakik, mindig hallja, mi történik ott, ezúttal azonban semmit sem vett észre. Nem mondanak semmit se. Csak sajnálkoznak mindenki, hogy hát ilyesmi nálunk itt nem történt meg sose. Meg én is sajnálkozok, hogy nem, hát mióta bejöttünk lakni, ilyesmi nem történt meg. Talán segítene valamit, ha lennének rendőrök kispiacon, vélekedtek többen is. A családi házakba is bebetörnek a faluban, mondta bíró Róbert, aki talán éppen biztonsági megfontolásból egy jól megtermett fekete kölyök kutyát vezetett. Lehet bolt, lehet üzlet, lehet lakás, bármi, az emberek itt nincsenek biztonságban. Sújígy Károly gyakran jár erre a benzinkútra. Vannak itten komolyabb épületek, mind be van kamerázva. De meg ez is be van kamerázva most, hogy az aki ideje ért, hogy merte csinálni, vagy támá, úgy is mond, hogy lehet, hogy úgy, meg van, aki irányíti, hogy hova menjenek, ma vannak ilyesmik is lehet. A kispiaci benzinkút kirablását még a környékbeliek sem vették észre, olyan gyorsan történt az egész. Hivatalos rendőrségi közleményt azóta sem adtak ki. Külpolitikai hírekkel megyünk tovább, ugyanis két fontos szavazás is lezajlott tegnap Európában. Az osztrák választásokon az Európa Párti jelölt nyert. A függetlenként induló, de a zöldek pártjának támogatását élvező Alexander van der Bellen a leadott szavazatok 51,68%-át zsebelte be. Sorra érkeznek a gratulációk Alexander van der Bellennek, mindeközben a vesztes Norbert Hofer méltóság teljesen viseli a második helyet. Nem sikerült az áttörés a szélső jobboldali jelöltnek Ausztriában. Alexander van der Bellen nyerte az elnök választást. A zöldek pártjának támogatását élvező független jelölt sokkal nagyobb különbséggel nyert, mint májusban a második fordulóban. Kezdettől fogva egy Európa barát Ausztriáért küzdöttem, hangoztatta van der Bellen az előzetes eredmények tudatában. Norbert Hofer már vasárnap este gratulált ellenfelének a győzelemhez a Facebook közösségi oldalon. Ugyanakkor azt írta, végtelenül szomorú vagyok, hogy nem sikerült, szívesen vigyáztam volna Ausztriára. A politikus bejegyzésében összetartásra szólította fel az osztrákokat. Az urnazárások után megszólalt az osztrák szabadságpárt főtitkára is. Herbert Kickl szerint jelöltjük veresége nem a vég, hanem csak a kezdet. Azt gondolom, ez volt az utolsó alkalom, hogy választást tudtak nyerni azok az erők, akik a változás útjában állnak. Hónapok múlva már egészen más lesz a helyzet, fogalmazott, amivel arra célzott, hogy könnyen lehet előrehozott választások lesznek jövőre Ausztriában. Norbert Hofer hat immer gesagt, dass es dann am Ende darauf ankommen wird, dass der Gewinner ein guter Gewinner und der Verlierer ein guter Verlierer ist. Und Norbert Hofer ist nicht nur ein guter Demokrat, sondern in diesem Fall auch ein guter Zweiter. Donald Tusk az Európai Tanács elnöke közleményében örömét fejezte ki, hogy szívből gratulálhat Ausztria új elnökének megválasztásához. A német külügyminiszter Frank-Walter Steinmeier is gratulált van der Bellnek. François Hollande francia államfő szerint a választások kimenetele az európai egységet és a toleranciát jelképezi. Megbukott az olasz referendum, lemondott Matteo Renzi olasz kormányfő. A majdnem végleges eredmények szerint az olasz választók óriási különbséggel leszavazták a miniszterelnök alkotmányreformjáról kiírt tegnapi népszavazást. 90% feletti feldolgozottság alapján 59,7% szavazott Renzi javaslatai ellen, 40,3% pedig mellette. A 41 éves Renzi 2014-ben azzal az ígérettel került hatalomra, hogy felrázza Olaszországot, és magát szinte az elitellenes vonal képviselőjeként beállítva azt ígérte, hogy újjáépíti a rosszul működő intézményeket. A vasárnapi olasz népszavazás tétje nem csak egy alkotmánymódosítás volt, ami csökkentette volna a szenátus létszámát és hatalmát, hanem általa a kormány több hatáskört is kivett volna az önkormányzatok kezéből. Egy stabilabb politikai struktúra kialakítása lett volna a cél. A választóknak mintegy 60%-a elutasította a kormány alkotmányos reformterveit. Vesztettem. A kormányom története itt véget ér, mondta Renzi. A népszavazáson hozzávetőleg 51 millióan szavazhattak, a részvétel összességében 70% körüli volt. A referendumon elszenvedett vereség nyomán Matteo Renzi még éjjel közölte, hogy már hétfőn benyújtja lemondását az államfőnek.
A sikertelen népszavazás több kérdést is felvet Olaszországban. Egyrészt az is elképzelhető, hogy a miniszterelnök lemondása után új választásokat írnak ki, de az is lehet, hogy az államfő egy szakértő kormányt nevez majd ki. Manuel Valls, francia miniszterelnök még ma bejelenti, hogy lemond és indul a jövő évi elnökválasztáson, közölte a francia miniszterelnöki hivatal. A közlemény szerint a kormányfő 18 óra 30 perckor tart beszédet. Környezete megerősítette, hogy Manuel Valls azt fogja bejelenteni, hogy elindul az elnökválasztáson. Jelöltsége azóta nem kétséges, hogy François Hollande francia államfő csütörtök esti televíziós beszédében bejelentette, hogy nem jelölteti magát egy második mandátumra. A kormányzó szocialista párt január 22-én és 29-én rendezi meg kétfordulós elnökjelölt állító előválasztását. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Helyi közösségi választásokat tartottak Nagybecskereken. Bemutatták a Jancsi és Juliska című mesejátékot a Szabadkai Gyermekszínházban. Közügyek, mint mindig a híradó után, ma is a híradót követően kezdődik hírháttérműsorunk. Kapcsolunk is a szerkesztőhöz, Fejér Mártához. Szervusz, mivel készültek le ma? Szervusz Viktor, köszöntöm a híradó nézőit, és ahogy ti is a híradóban, mi is ugyanúgy foglalkozunk az Európai Unió bővítési biztosának belgrádi látogatásával és Alekszandr Vučić kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatójával, illetve azzal is, hogy a Prosperitáti Alapítvány legújabb pályázati kiírásait holnaptól a Tömbben fogják ismertetni. Interjút láthatnak Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével, de természetesen egyéb témáink is vannak. Így például azt is megtudhatják, miért kell akár hetekig várni a mesterekre, hogyha otthon elromlik valami, vagy felújítanánk. Megmutatjuk, hogyan él a kulai evangélikus közösség, és élőben kapcsolunk majd a szabadkai karácsonyi vásárra. Ez lesz ma. Köszönjük, Márta! A Magyar Mozgalom társelnökei Korrát Tamás és Kókai Péter a magyarországi Jobbik elnökével, Vona Gáborral és Száva Istvánnal, a párt nemzetpolitikai kabinetjének elnökével tárgyalt, áll az MM szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményében. Mint írják, a megbeszélésen több olyan téma is terítékre került, amely a vajdasági magyar-magyar és a határokon átívelő magyar-magyar kapcsolatok vonatkozásában is időszerű. Ilyen például a vajdasági magyar felsőoktatás helyzete. Az MM az áprilisi választásokat követően fordult tájékoztató és kapcsolatfelvételt kezdeményező levéllel valamennyi magyarországi parlamenti tényezőhöz, közülük elsőként a Jobbik Magyarország mozgalommal jött létre elnöki szintű találkozó. A találkozón a felek kifogásolták, hogy a december 1-én Budapesten megtartott magyar állandó értekezletre a tartományi parlamenti mandátummal rendelkező magyar mozgalmat nem hívta meg a magyar kormány. Információink szerint a magyar állandó értekezlet budapesti ülésén Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikai államtitkár elmondta, a MÁÉRT a nemzeti érdekeink képviseletére alakult legitim magyar szervezetek párbeszédének intézményesített fóruma. A magyar mozgalom a 2016-os évi választásokon önállóan nem tudott indulni, mivel nemzeti közösségi politikai szervezetként nem volt regisztrálva. Köztársasági szinten a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségével és a Horvátok Demokrata Közösségével közösen próbált listát állítani. Tartományi és önkormányzati szinten több helyen a VMDK-val közösen állított listájukat a Horvátok Demokratikus Közössége támogatta. Potápi elmondta, a magyar mozgalom jellegéből adódóan nem nevezhető olyan szervezetnek, amely kizárólag a magyar érdekek képviseletére épül. Felfokozott hangulatban a Szerb Haladó Párt által támogatott jelöltek fölénye és az alacsony részvételi arány jegyében zajlottak a helyi közösségi választások tegnap Nagybecskereken. A versengés megosztotta a magyarságot. A polgárok nem politikai pártok, hanem egyének közül választhattak. A politika jelenléte azonban egyértelmű volt. Csedomír Jányics polgármester a Szerb Haladó Párt székhelyén megtartott rendkívüli sajtótájékoztatóján közölte. A szavazatok 90,5%-át a haladók jelöltjei kapták. To je sigurno potvrda dobrog rada lokalne administracije, to je sigurno potvrda velikog poverenja u našu administraciju koja volim da istaknem da mnogo više radi nego što obećava. Apsolutno je to i podrška i Srpskoj naprednoj stranci i vladi Republike Srbije i premijeru Vučiću i očigledno ta podrška raste iz dana u dan.
Az 1000 lakosú magyar többségű Szent Mihályon is a haladók által támogatott jelöltek nyertek. A mi listánkon tehát maradtak a régi tanácstagok, csak a kettő, aki a VMS-nek a tagjai voltak, azok ketten kiléptek a mi listánkról, annak a helyre töttünk két új embert. Tehát nagy arámba megnyertük a választ, tehát mind a hét az én mi listánkon, mind a heten bejutottak. Muzsján viszont ennek a fordítottja történt. Itt a VMS jelöltjei kapták a legtöbb szavazatot. Muzsján egy fantasztikus eredményre tudok beszámolni, hisz itt a mi jelöltjeink egy elsöprő győzelmet arattak. Mind a 11 jelölt bejutott a helyi közösség tanácsában. De ez a munka nem csak az elmúlt egy hónapnak az eredménye, hisz itt a cégegyesületük is, és a Vajdasmagyar Szövetségnek is érezhető volt az összefogása. Remélhetőleg a kedélyek gyorsan lecsillapodnak, és a helyi közösségnek korrekt együttműködése lesz Nagybecskerekváros önkormányzatával. 4%-kal növekedett a topolyai községi költségvetés, a képviselők idén harmadszor módosították a büdzsét. Ezúttal azért volt rá szükség, mert a telekrendezési közvállalat státusza megváltozik. A jövőben nem lesz közvetlen felhasználója a községi költségvetésnek. A KKT mai ülésén a törvénnyel összhangba hozták a vízszolgáltatást, a szennyvízelvezetést és a temetkezési szolgáltatásokat, melyeket a Komgrád közvállalat fog végezni a község minden településén. Azt az eszközöket, amik a faluk valósítanak meg, azokat ők tervezik, mi belerakjuk a tervbe, a KKT-n elfogadjuk, és amentén költsük a költségvetést. Ez kell, hogy vonatkozzon mindaddig. Van egy rendelkezés abban, hogy mindaddig még a Komgrád át nem tudja teljes egészében venni ezeket a tevékenységeket, addig a helyi közösségek támogatják ezeket a dolgokat, amit meg kell tenni a faluban. Összeütközött két metrószerelvény Budapesten, 10 megsérültek, 2 súlyosan. A kettes vonalon a déli pályaudvar felé vezető oldalon az egyik metró utolérte a másikat és hátulról belekoccant. Mindkét jármű szállított utasokat. A közlekedés biztonsági szervezet helyszíni szemlének megállapításai szerint szerepet játszott a hátsó szerelvény megcsúszása, mert a balesetvizsgálók csúszásnyomokat találtak a vasúti pályán és az ütköző metró kerekein. A vonatok adatrögzítőjéből kinyert adatokat várhatóan szerdára értékelik. Leszálláskor lecsúszott a repülőgép hordozó fedélzetéről, és a tengerbe zuhant egy orosz harci gép a földközi tengeren. Elszakadt a fékező kötélzet, így a gép nem tudott megállni, és lecsúszott a fedélzetről, majd eltűnt a tengerben. A pilóta katapultált, kimentették a vízből. Ez egyébként már a második gép, amelyet a szíriai beavatkozás óta elveszített Kuznyecov admirális flottája. Korábban egy MiG-29-es nem tudott leszállni, és elfogyott az üzemanyaga, mert a hajó személyzetének nem sikerült megjavítani az elromlott fékező szerkezetet. Négy vajdasági család, a Lurkóházak és a Temerini Kóka Imre általános iskola számára gyűjt az idén a Pannon Televízió hagyományos karácsonyi jótékonysági műsora. A támogatottakat bemutató riportok mától kerülnek adásba. 6 napon át a 17:30 és a 20 órai híradó után ismerhetik meg őket, és megtudhatják, mivel és hogyan segíthetik szebbé tenni az életüket. A pannonrtv.com/adni öröm oldalon pedig visszanézhetik a bejátszásokat, és további információkat is kaphatnak. Az Adni Öröm című műsor december 23-án 18 órai kezdettel kerül adásba, támogatásaikat azonban korábban is leadhatják. Bemutatták a Jancsi és Juliska című mesejátékot a Szabadkai Gyermekszínházban. A Grimm testvérek közismert meséjét Todor Valov polgár rendező állította színpadra. A Jancsi és a Juliska a világ egyik legismertebb meséje, amelyet szülők milliói mesélnek gyermekeiknek a mai napig. A történetnek számtalan feldolgozása létezik. A Szabadkai Gyermekszínház színpadára az eredeti változatot Simona Nanova írta át, de a lényeg, az izgalmas történet a testvérpárról megmaradt. A rendezőnek az volt a koncepciója, hogy valahol tehát ez a társadalmi helyzet meg, ami mindent körülvesz bennünket, hogy milyen hatással tud lenni a szülőkre, tehát hogy a legjobb tulajdonságokat is mennyire ki tudja venni az emberből, és mennyire meg tud változni. Valójában erről szólt. A gyerekek bár jól ismerik a mesét, mégis újra és újra átélik a testvérpárral történt izgalmakat. Amikor a gyerekek kitalálták, hogy a csillogó kövekkel megjelölik az utat, hogy hazabírjanak menni, sikerült nekik.
A bolgár alkotóstábbal készült örökzöld mesejátékot januártól ismét láthatják a Szabadkai Gyermekszínházban. A nagybecskereki proletár csapata nyerte a szerbiai birkózóbajnokságot, miután 4-4-es döntetlent ért el a szabadkai döntőben a házigazda Spartakusz ellen. A fináléban több technikai tus győzelmet szerzett a proletár, így ők emelhették magasba a bajnoki serleget. A birkózóbajnokság bronzérmese a belgrádi Partizán lett, amely a magyar kanizsai Potiszja csapatát múlta felül a harmadik helyért folytatott küzdelemben. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. A jövő évi költségvetésről vitázik a szerbiai parlament. 71 migránst fogtak el a magyarországi Kelebiánál. Alexander van der Bellen nyerte az osztrák elnök választást. Megbukott az olasz miniszterelnök Matteo Renzi. Köszönjük figyelmüket, amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra. Ne váltsanak csatornát, maradjanak továbbra is velünk. Most kezdődik a közügyek, benne interjú Pásztor Istvánnal a gazdaságfejlesztési programmal kapcsolatban. További témáink felújítják a Kulai templomot, és azt is kiderítjük, valóban nehéz-e mester találni Szabadkán. A közelképben a 10. Suli Sztár énekes zenés vetélkedőről számolunk be, majd sport hétfő. Én 20 órakor friss hírekkel várom Önöket, szép estét!